Fenntartható fejlődésért kötött partnerségekről szervezett konferenciát Bukarestben a kormány fenntartható fejlődés főosztálya az EU tanácsa soros elnökségének égisze alatt. A megbeszélésen az Agenda 2030 gyakorlatba ültetéséről vitáztak. Mintegy 300 résztvevővel, politikai vezetőkkel, miniszterekkel, nagykövetekkel, kormányzati tisztviselőkkel, fenntartható fejlődési szakértőkkel, a civil társadalom képviselőivel szervezett konferenciát Bukarestben a fenntartható fejlődési főosztály. A megbeszélésen az uniós tagállamok mellett a nyugati-balkáni országok, a közép-ázsiai és a keleti partnerség képviselői vettek részt, akik az Agenda 2030 gyakorlati kérdéseiről vitáztak. Ez a rendezvény is hozzájárul ahhoz, hogy Románia megerősítse regionális vezető szerepét a 2030-as agenda végrehajtásában, mondja Borbé László, a főosztály vezetője. Büszkén mondhatjuk, hogy Románia egy regionális központ lett, nagyon aktívak voltunk a Románia elnöksége alatt az Európai Unió tanácsánál, van kevesebb, mint két hónap alatt véglegesítettük a tanácsnak a konklúzióit, amelyet júniusban fognak tárgyalni államelnökök és miniszterelnökök. Az államtanácsos szerint a nehezet csak most következik, hiszen el kell készíteni a konkrét terveket is az Agenda 2030 céljainak megvalósításához. Megpróbálják ösztönözni az államok közötti, a magán és a közszféra közötti partnerséget, illetve a civil társadalommal való partnerséget is. Borbély szerint csak így lehet sikeresen gyakorlatba ültetni a fenntartható fejlődési célokat.